Na, akkor egy gyors, tényleges bevezető, hogy még egyszer tehát köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Bernát Péternek hívnak, itt az informatikai karon vagyok adjunktus, és milyen programozás tanítással kapcsolatos kutatásokat szoktam végezni, informatikusokat is tanítok, illetve informatika tanárokat is. És vágjunk is bele, egy kérdéssel szeretnék indítani, de nem kell most se a chatpanelon, se a mikrofonban válaszolni, ugyanis egy kis felületen tudtok majd kattintani. Ugye itt az Among Us-ról lenne szó, meg hogy egyáltalán miért jelentkeztetek erre a mostani kis programra. Én azt hiszem, hogy az Among Us-t talán mindenki ismerheti, de pillanatokon belül ki fog derülni, hogy mi az igazság. Talán egy mondatban, akinek nem lenne ismerős, annyit mondanék, hogy ez egy 2020-ban nagyon népszerűvé vált játék, de egyébként korábban készült, talán 2018-ban, és egy űrhajó fedélzetén online játékosok alkotnak egy legénységet, és különböző feladatokat próbálnak végrehajtani, miközben van közöttük egy-két beépített imposztor, akik csak maguk tudják, hogy ők imposztorok, és a többi játékosnak az a feladat, hogy kiderítse, hogy kik az imposztorok, mielőtt az imposztorok ugye elteszik láb alól a legénység tagjait. Valami ilyesmi játéknak a lényege. Na és akkor én megosztanék veletek egy linket, tehát már is egy linket a chatpanelre bemásolnék. Az az első link a mai alkalommal, erre kérem, hogy kattintsatok rá. És itt lesz majd egy kérdés, ha minden igaz. Most már lesz ott egy kérdés, előbb még lehet, hogy egy ilyen QR kód volt látható, de most már egy kérdés, hogy miért jelentkeztél a programra? És többet is megjelölhetsz, 4 válasz lehetőséget fogsz majd látni, hogy az Among Us-t ismered, úgymond, és talán amiatt, vagy programoztál már a Scratchben, tehát kíváncsi vagyok, hogy programoztál-e a Scratchben már, vagy programoztál bármilyen más programnyelven, ez az opció is érdekel, illetve lehet, hogy nem programoztál még, de érdekel a programozás, érdekel az informatika. Ez a 4 választási lehetőség van, és többet is meg tudtok jeleníteni. Bocsánat, többet is ki tudtok választani, de több választ is tudtok adni. Én rálesnék, hogy hányan vagytok itt. Ilyen 27 körüli létszámot ír nekem most a rendszer. Úgyhogy körülbelül ennyi választ várnék a felületen. És meg is osztanám veletek a végeredményt, hogy ti is lássátok, amit én látok. Mert egy pillanatra el fog tűnni ez a prezentáció, hogy nem igaz. Igen, talán most látszik pillanatokon belül a megosztott képernyőmön az eredmény. Tehát azt látom, hogy szinte mindenki ismeri az Among Us-t, de nem mindenki, ez is érdekes. Tehát valaki úgy van itt, hogy nem is tudta, hogy miről van szó. Érdekes, hogy a Scratch-et viszonylag kevesen használtátok, de más programnyelven meg elég sokan programoztatok már. Ez jó, mert akkor talán a Scratch-be is betekintést nyertek, akik nem használták még a Scratch-et, és akkor eldöntik, hogy van-e kedvük benne játszadozni a jövőben. És látom, hogy vannak azért olyanok is, akik nem programoztak még. Ez nagyon jó. Remélem, hogy most a kedvüket meg fogom hozni a programozáshoz, és nem elvenni fogom a kedvüket, hanem inkább meghozni. Úgyhogy hát ez a végeredmény. Köszönöm a választ mindenkinek, és akkor én visszatérnék most a prezentációhoz. Na most nem tudom, hogy ez a Teams hogy működik, úgy látom, hogy nem adta automatikusan vissza. Úgyhogy most megint be kell töltenem. Ne jegyetek meg, ez csak egy rövid párdiás kis prezentációféleség. Na, úgyhogy akkor tisztázzuk, hogy mi az az Among Us eredetileg, és látom, hogy a legtöbben ismertétek is, viszont most azt szeretném röviden elmondani, hogy ehhez képest mi milyen játékot fogunk készíteni. Tehát aki esetleg itt az előző foglalkozás vége fele itt volt, az nagyjából láthatta is, hogy mi a cél. Hát van egy-két korlát a Scratchben, ami miatt nem lehetett az eredeti Among Us-ra vállalkozni. Többek között az, hogy a Scratchben csak offline játékokat lehet készíteni, tehát online játékokat egyelőre nem. Ez volt egy nagy korlát. És az eredeti játékszabály azért nehezen lenne elképzelhető talán egy képernyő előtt ülve, tehát egy számítógép előtt, bár lehet több játékost valahogy kiosztani a billentyűzeten, tehát lehet a Scratchben több játékos játékokat készíteni, de ez az Among Us-os játékot én nem tudtam legalábbis elképzelni, úgyhogy én egy ilyen spin-offban gondolkoztam, tehát ez alatt azt értem, hogy ugye egy karaktert kiválasztunk a játékból, vagy ezt szokták ugye filmek, sorozatok esetén is ezt a
spin-off kifejezést használni, tehát kiválasztok egy karaktert, meg az egész kicsit a milliót, meg a tematikát, de egy más történet következne. És én arra gondoltam, hogy talán a Google Chrome-ból ismeritek ezt a dinós ugrabugrálós játékot, ami a baloldali kisebb képen látszik, az adta az ötletet, hogy lehetne akár egy ilyen úgynevezett Endless Runner, ilyen végtelen menekülős játékot készíteni az Among Us-os feelingben, vagyis, mint ahogy abban a dinós játékban is, ugye van egy karakterem, itt nyilván egy legénységi tag, aki kvázi menekül az imposztortól, az imposztort nem fogjuk látni, de higgyük el, hogy ott van valahol, tehát menekül előle egy végtelen pályán, és a végtelen pályán természetesen akadályok jönnek vele szembe, amelyeket át kell ugrania ahhoz, hogy sikeresen haladhasson a pályán, és a játék pont addig tart, amíg bele nem ütközik egy akadályba, akkor ugyanis vége a játéknak, és a játék célja az az, hogy minél tovább eljusson a figura. Hát ugye endless, tehát elvileg végtelenségig, ameddig áramszünet nem lesz, a játékos ott esik össze, mert nem eszik, nem iszik, persze csak viccelek, szóval ameddig csak tud, addig halad a játékba, ugye ez egy klasszikus endless runner játék lenne. Most mi lesz a köze ennek az igazi programozáshoz? Csak nagyon röviden annyit, hogy ebben a Scratchben objektumorientált módon lehet programozni, nyilván annak egy nagyon barátságos kezdőknek szóló kivitelezésében, de azért mégiscsak objektumorientáltan lehet programozni, ami jelenleg az egyik legnépszerűbb programozási paradigma a szoftveriparban is, mind a játékprogramozáson belül, mind pedig egyéb szoftveres területeken is. Úgyhogy ezt a kettő területet próbáltam itt érzékeltetni a képen, tehát baloldalt egy játékot látunk, jobb oldalt meg valamilyen repülőjegyértékesítő oldalt, tehát objektumorientáltan lehet programozni nagyon sokféle dolgot. Mi is az objektumorientált programozás lényege? Hát erről, aki nem tudná, az képet fog kapni a Scratch-es kis munkánk során. És hol tanulhatod meg mindezt magasabb szinten? Hát természetesen az ENTE informatikai karán, tehát ezért is vagyunk ma itt, úgyhogy én bízom benne, hogy kedvet kaptok ahhoz, hogy informatikával foglalkozzatok, azon belül programozással, és az ENTE informatikai kar az a legjobb hely, hogyha szeretnétek a komoly, igazi programozást elsajátítani, a legújabb nyelveket és technológiákat, hogy szinte bármilyen programozási feladatot meg tudjátok aztán majd oldani az életben. Na, és akkor ezek után azt hiszem, hogy nem maradt más hátra, mint hogy el is kezdjük a játék elkészítését. Ugye a Scratchben fogunk dolgozni, ugye egy-ketten látom, hogy nem, sőt, egy elég sokan nem használták még, ez egy ingyenesen használható, online használható környezet, amiben nagyon könnyen lehet animációkat és játékokat készíteni, és azokat online megosztani. És én egy kiindulási változattal készültem nektek, amiben már a grafikát elkészítettem, hogy azzal ne kelljen időt húznunk, hogy itt rajzolgassunk egy csomó időt. Kaptok egy kiindulási programot, grafika benne lesz, de a programozást azt közösen fogjuk elkészíteni. Van tehát egy kiindulási változat, ennyi most a fontos, és én ennek a linkjét szeretném bemásolni a chat panelre. Úgyhogy kérem, hogy a chat panelben lévő linkre kattintsatok. Egyébként itt látszik most ezen a megosztott képen is ez a link, ez a bit.ly/amongus_alap. Erre a linkre kéne vagy kattintani a chat panelon, vagy begépelni és ellátogatni. És ezzel be is fog jönni a Scratch oldalon a kiindulási változat ennek a játéknak. És az a kérésem, hogy miután megjelenik ez a kiindulási változat, ez kettő dolog lehetséges. Valaki lehet, hogy már regisztrált a Scratch-en, tehát van fiókja a Scratch oldalán, akkor őktőlük azt kérem, hogy itt a kettes pont értelmében kattintsanak a jobb felső sarokban a bejelentkezés gombra, és akkor be tudnak jelentkezni a Scratch-be. Elvileg úgy, hogy közben ez az Among Us-os kiindulási program, ez ugyanúgy ott marad a képernyőn, tehát be tudtok jelentkezni, úgy, hogy továbbra is látszik ez a kiindulási változat, és a hármas pont értelmében bejelentkezést követően egyszerűen csak a remixelés gombra kell kattintani. Ez tehát az a változat, akinek van fiókja a Scratch-en. Elmondom, hogy mi van akkor, ha nincs fiókotok, és utána, mintha hallottam volna egy kis mikrofonzajt, úgyhogy utána bátran majd szólaljatok meg. Szóval, ha nincsen valakinek Scratch fiókja, semmi probléma, akkor a kettes lépést átugorja a bejelentkezést értelemszerűen, és akkor a megnézzen belülről gombra tud kattintani, és el tudja kezdeni a munkát. Tehát a megnézzen belülről gombra kell kattintani, ha nincs Scratch fiókod,
akkor annyi, hogy nem fogja a fiókodba elmenteni a munkádat, de például fájként le tudod tölteni majd a munka végén, és ha gondolod, akkor majd később regisztrálsz a Scratchen, és akkor a letöltött fájt vissza tudod majd tölteni a fiókodba. Jó? Na, valakinél a mikrofon be van kapcsolva, úgyhogy várom a kérdést, hogyha szeretne kérdést föltenni. Vagy ha esetleg nem, akkor meg azt kérem, hogy akkor a mikrofonját addig kapcsolja ki. Úgy látom, hogy nincs kérdés. Akkor remélem, hogy eddig akkor meg vagyunk. Tehát ilyen vagy olyan módon. Ha valakinél esetleg a honlap angolul jelent meg, akkor a legaljára tud görögni, és ott át tudja alakítani a nyelvet, át tudja állítani a nyelvet egy legörgölő listával magyarra. Már azt hiszem, nem ez a legfontosabb, hanem majd az, hogy inkább a Scratch felület legyen magyar. Jó, és akkor én mutatnám, hogy mi az a kép, ami titeket fogad, hogyha mindent jól csináltatok. Egy kis türelem, és itt hiányzott egy kis átállás nekem az előző alkalomról, hogy most betöltsük újra egy fájlt. Igen, és akkor megosztom az ablakot. Igen, tehát ha minden igaz, akkor valami ilyesmi felületet láttok. És itt még mindig fölmerülhet, hogy a nyelvet magyar nyelvre át kéne állítani. Úgyhogy látjátok nálam magyar nyelvű a felület. Ha esetleg nálatok nem magyar nyelvű, akkor itt most az életemet nem tenném rá, de úgy emlékszem, hogy a webes felületen is van egy ilyen földgömb menüpont a bal felső sarokban, egy földgömb menüpont, és ott lehet az M, mint magyarnál a magyar nyelvet beállítani. Ha esetleg ez nem így lenne, mert rosszul emlékszem, akkor pedig a honlap alján van egy nyelvbeállítási lehetőség. Tehát vagy a honlap legalján, vagy a bal felső sorokban egy földgombbal át tudjátok állítani a nyelvet magyarra, tehát az M betűnél keressétek M, mint magyar. Na és akkor mit látunk a felületen, főleg azok kedvére, akik most látják először a Scratch-et. Itt hát a jobb felső részen látszik majd maga a játékprogram, ami jelenleg teljesen passzív, tehát nem csinál semmit, de itt a jobb felső részen fogjuk majd követni a játékot működés közben. És a jobb alsó részben vannak a kvázi a szereplők, amikből a játék külön-külön összeáll. Itt legalul látok három szereplőt, ugye az egyik az a játékos, őt lehet majd irányítani, második az akadály, őt kéne majd kikerülni. A harmadik ez egy játék vége kép, ez nem, valószínűleg ezt nem lesz időnk már beépíteni, de egyébként, hogyha ugye belemenne a játékos az akadályba, akkor ezt a képet meg lehetne jeleníteni, hogy vége a játéknak, ezzel majd lehet kísérletezni. Közben megint úgy hallom, hogy valakinek a mikrofonja be van kapcsolva, ami egyáltalán nem gond, hogyha meg szeretne szólalni, de hogyha nem, akkor szerintem arra az időre viszont jobb, hogyha kikapcsolja. Ilyen vízszintes menüsoron található a mikrofon ikon, a Teams felületen ott ki lehet kapcsolni a mikrofont. És jobb szélen van a színpad, ami egy speciális objektum. Ennek az összes szerepe annyi most a mi játékunkban, hogy arra van rárajzolva ez a folyosó részlet gyakorlatilag. És a játékot a zöld zászlóra kattintással lehet elindítani, és a piros top táblára kattintással lehet leállítani. Most nem történik semmi, tehát ha rákattintasz a zöld zászlóra, nem történik semmi. Piros stop gombra kattintva szintén semmi, de amint elkezdjük a játékot összehozni, ezek már működésbe fognak lépni. Na, és akkor most elkezdenénk a lényegi programozást. Én igyekszem apró lépésekben haladni, és én azt javaslom nektek, hogy teljes képernyőben nézzétek mind a Teams-es ablakot, amin ugye megosztom veletek az én képernyőmet, és mind teljes képernyőn nézzétek a saját Teams, bocsánat, a saját Scratch-es felületeteket. Tehát én azt hiszem, hogy ha csak nincs valakinek két képernyője, akkor nem fogja tudni sajnos egy képernyőn olyan picibe összetenni a két ablakot egymás mellé, hogy a betűméretek olvashatók maradjanak, akkor inkább a váltást javaslom. Ha valakinek a Teams alkalmazás fut, akkor az Alt-tabbal tud váltani a böngésző és a Teams között,
Ha pedig valaki böngészőben futtatja a Teams-et is, akkor hát a böngészőben kéne megoldania valahogy, hogy a két fül között, tehát a Teams fül és a Scratch fül között kattingatással váltogasson. Igyekszem majd úgy mutogatni, hogy lesz időtök átkattintani a saját felületetekre, és ott elvégezni az aktuális lépést. És fontos, hogy nem vészel semmi menet közben, hogyha a fiókotokba beléptetek, ugyanis a Scratch folyamatosan menti a munkát. Aki pedig nem lépett be a Scratchbe, az a File menüpontban tudja kezdeményezni bármikor, hogy a számítógépére letöltse az aktuális változatát a játékának. Jó, csak most ténylegesen hozzákezdenénk a programozáshoz. Van esetleg valakinek olyan kérdése, a technikai jellegű kérdése, ami most ahhoz kellene, hogy el tudja kezdeni a munkát, de akkor nehogy az legyen, hogy most amiatt nem tud dolgozni, mert valami nem sikerült. Tehát az eddigiekhez van-e bárkinek kérdése? Tehát annak csak olyan kérdésre gondolok most, hogy nem tudott eljutni a szerkesztő állapotba. Úgy látom, hogy nem jelez senki ilyet. Az nagyon jó. Na, és akkor kezdjük el. Az első dolog az lenne, hogy a magát a játékost programoznánk, egy kicsit életre keltenénk gyakorlatilag ezt a zöld figurát, ami ugye több lépésből fog állni az életre keltése. Ugye az ugrabugrálás az egyik fő, hát gyakorlatilag az egyetlen fő funkciója, belegondoltok, a játékos karakternek az ugrálás, tehát a játékos a szókőzgomb lenyomásával fog majd tudni ugrálni. Viszont annak érdekében, hogy a játékos az mindenképpen ide a kezdőpontba kerüljön a játék elején, hiába esetleg az ugrás miatt fölkerült egy magasabb pontra, vagy bármi történne vele, mindenképpen a játék elején kerüljön vissza a kezdőpontba, ez lenne a mi célunk. És mint említettem, a zöld zászlóra kattintás az az egyezményes jele annak, hogy a játékot el akarjuk indítani, és ezért úgy fog kinézni a programozás, hogy ezt a zöld zászlóra kattintást, mint úgynevezett eseményt fogjuk kezelni a programunkkal. Nagyon fontos, hogy a jobb alsó részen a három szereplő közül mindenképpen a játékos legyen kiválasztva. Tehát rá kell kattintani a játékosra a jobb alsó sorokban, a három szereplő közül a játékosra, mert őt akarjuk programozni. Tehát a középső fehér részen lehet programozni magát a szereplőt, és bal szélen látszódnak azok a nyelvi elemek, amelyekből a programot össze lehet építeni. Itt látjátok egy nagyon hosszú lista, de színekkel és nevekkel kategorizálták őket. Úgyhogy én most azt mondom, hogy az események kategóriára kéne rákattintanotok majd nektek is. Először mutatom, aztán össze tudjátok szerintem rakni. Tehát események kategória, és ott pedig a legelső nyelvi elem, ez a zöld zászlóra kattintás. Ezt kéne ügyesen megfogni és behúzni ide középre, és ezzel gyakorlatilag a programot elkezdeni a játékosnál. Tehát zöld zászlóra kattintáskor történjen valami. És hogy mi történjen, én azt szeretném, hogy ahogy említettem, ide a kezdőpontba kerüljön a szereplő, és ehhez egy másik parancsot fogunk ez alá becsatlakoztatni. Tehát azt szeretném, hogy ezen eseménykor hajtson végre egy parancsot a szereplő, és ez pedig a legelső sötétkék mozgás nevű kategóriából lesz egy parancs, mégpedig az ugorj ide XY. Ezt a kettőt kéne most összerakni, azt ígértem, hogy biztosítom rá az időkeretet, úgymond, szóval most ezt tegyétek meg a ti ablakotokban is, tehát először az események kategóriából választottam ki a zöld zászlóra kattintáskor, tehát eseményekből a zöld zászlóra kattintáskor, majd utána a mozgás kategóriából az ugor ide XY, és a kettőt összekapcsoltam, és itt a két koordinátának be lehet gépelni, látjátok bármilyen számot, most itt a mínusz 180 és a mínusz 80. Ennek a két számnak kellene itt szerepelnie. Nem szeretek most időkeretek miatt belemenni a koordinátákba, de gondolom mindenki sejti, hogy minden valamire való grafikus programozási felületen egy képzeletbeli koordinátarendszer található, amelynek a segítségével lehet hivatkozni az egyes pontjaira a grafikus felületnek. A Scratchben sincs másképpen, és ez a két szám lesz, higgyetek el nekem, ez a két szám fejezi ki most pont azt a helyet, ahova a szereplőt a játék elején tenni szeretnénk. Ezt úgy tudjátok kipróbálni, hogyha most az egérrel szándékosan itt a szereplőt elhúzzátok bárhova a színpadon belül, bárhova teszitek, majd utána a zöld zászlóra kattintotok, akkor ennek a parancsnak a hatására be fog ugrani a kezdőpontba. Tehát ez az értelme ennek a
ennek a kis első lépésünknek. Mindenképpen a játék elején oda kerül a kezdőpontba. Ez nagyon jó. Ezzel mindenképpen a programozás tűzkerességén át is estünk, vagy hogy fogalmazzak, tehát ezzel már gyakorlatilag programoztunk. Egy esemény bekövetkezésükre egy parancsot végrehajtottunk. Viszont nem ez a legérdekesebb a játékos karakternél, hanem talán az ugrabugrálás lehetősége. Természetesen, ahogy a zöld zászlóra kattintást lehet ellenőrizni a Scratchben, ugyanúgy egy billentyű lenyomását is tudjuk figyelni. Ugyanúgy az események kategóriát kell kiválasztani, és ha megnézitek, akkor rögtön a második nyelvi elem az a valamilyen gomb lenyomásakor, mint eseménynek az ellenőrzéséről szól. Tehát az események kategóriából szóközgomb lenyomásakor, ezt kéne ide behúzni, és amit ezután csatlakoztatunk, azokat a szóközgomb lenyomásakor fogja a szereplő végrehajtani. Azt kéne, hogy a szereplővel ugorni lehessen. Na most, azokra számítok, akik a Scratchben otthon vannak, elmondom az igényeimet, és utána javasoljatok nekem egy nyelvi elemet. Tehát én most először is gondolkozunk abban, hogy az ugrás az ugye két részből áll, ugye fölfele megy a karakter, aztán pedig lefele. Én egy olyan nyelvi elemre, olyan parancsot keresek, ami egyetlen parancssal meg tudja legalább a felét ennek valósítani, tehát föl tud emelkedni a szereplő, és egyetlen parancs. Tehát nem több parancs összeépítése, hanem egyetlen parancsra vagyok kíváncsi, ami ezt a fölfele mozgatást meg tudja csinálni. Akár a chatpanelon, hogyha van kedvetek beírni, mi a neve ennek a parancsnak, mi szépen folyamatosan a tetőpontban mozgatna a szereplőt, tehát az ugrás tetejére, vagy hogy fogalmazza, tehát ameddig engedjük majd a szereplőt repülni, egyetlen parancs, ami oda tudja vinni a karakterünket a megfelelő helyre. Majd mondom, hogy mi a megfelelő hely, csak kéne először a parancs. Az ugorj ide, XY. Ugorj ide, XY. Hát, tényes való, hogy a magyar elnevezés a parancsnak ez eléggé utala az ugrásra, de az a probléma, hogyha megnézitek pont, vagy megnézed pont az eddigiek alapján, hogy elvittük a karaktert az egérnyillal, majd az ugorj ide parancsot lefuttattuk a zöld zászlóra kattintáskor, akkor azt látjuk, hogy ez egy pillanat műve, hogy a szereplő abba a pozícióba kerül, amit ott az ugorj ide parancsban megadunk. Tehát ez sajnos nem egy folyamatos mozgás. Bocsánat, lehet, hogy nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy én az ugrást most úgy képzelem el, hogy szépen animáltan, folyamatos mozgással emelkedjen föl gyakorlatilag a szereplő a képernyőn. Így van, nagyon jó. Így van, közben van egy hangos javaslat, meg egy chat panelra érkezett javaslat is, hogy a csúsz parancsot használjunk. Igen, ez egy nagyon kézenfekvő parancs, amivel ezt meg lehet csinálni. Mutatom is, hogy hogyan. Tehát a mozgás kategóriában van-e, tehát ez a csúsz egy másodpercig ide. Ugye hasonló a szerkezete az ugorj ide parancshoz, csak éppen ez úgy kezdődik, hogy csúsz valamennyi másodpercig. Ez lehet a magyar elnevezése legalábbis. Ezt a csúsz parancsot meg kéne keresnetek a mozgásból, és ide a szóközgomb lenyomásához kéne hozzárendelni. Most megnyomjátok a szóközt, pont semmi nem történik, mert a Scratch úgy van kitalálva, hogy a parancs két koordinátájába azt a két értéket másolja be, ahol a szereplő éppen van. És hogyha nektek a szereplő éppen itt volt a kezdőpontban, akkor azt a két koordinátát másolta be, tehát az egy másodperc alatt pont nem csúszik sehova. Viszont, hogyha most eltérjük a két koordináták egyikét, akkor egy függőleges fölfele mozgást tudunk ezzel kezdeményezni. Gondolom nem titok senki előtt, hogy az Y-tengely szokott lenni a függőleges irány, tehát én a mínusz 80-at át fogom írni egy plusz 50-re. Ezt én kisakkoztam, hogy ez lesz a jó érték, ezt meg is tudjátok nézni, hogy a zöld zászlóra kattintotok, azzal ugye beküldöm a kezdőpontból, be tudjátok küldeni a kezdőpontba a szereplőt, majd utána a szóközt megnyomjátok, akkor szépen felemelkedik a szereplő. Megint megnyomjátok a szóközt, megint nem történik semmi, mert már fönt van a szereplő, tehát egy másodperc alatt ugyanoda fog csúszni, tehát meg sem mozdul. Viszont ha megint a zöld zászlóra kattintasz, akkor azzal le tudod küldeni a kezdőpontba, és utána a szóközzel megint föl tud emelkedni a szereplő. Viszont nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem inkább ez arra emlékeztet, mint hogy a vízben, ugye a vízben föl emelkedne a szereplő, nem úgy tűnik, mint hogyha ugrást végezne.
Most abban nem menjünk bele, hogy hogyan lehetne egyáltalán egy űrhajón ugye ilyenfajta gravitációt létrehozni, mert ez egyelőre a science fiction kategóriája. De most tételezzük fel, hogy van gravitáció, és itt ugrást kéne látnunk. Azt hiszem, hogy kicsit lassú ez a mozgás, abban egyetértenétek velem. Nagyon egyszerű a dolgunk, hiszen az 1 másodpercet le tudom csökkenteni, tehát hamarabb csúszson föl. 0,2, tehát 0,2 másodpercet javaslok. Sajnos a veszőt nem lehet beírni, csak a pontot, tehát 0,2 másodperc alatt csúszson föl. Most megnézzetek újra a zöld zászlóra kattintás után, akkor eléggé gyorsan föl fog repülni a szereplő. Na most természetesen vissza kéne hozni. Talán nem lepődik meg senki azon, hogy ugyanezt a parancsot tudjuk használni a visszahozáshoz is. Vagy még egyszer behúzzátok ezt a csúsz parancsot, és mögé csatlakoztatjátok, vagy jobb gombbal lehet kattintani egy puzzle darabon, és a helyi menüből a duplikálást is ki tudjátok választani. Rátok bízom, én most a jobb klik duplikálást választottam. Itt van a parancsom, és értelemszerűen ahhoz, hogy visszakerüljek a Földre, megint az Y-koordinátát kell átírnom, mínusz 80-ra. Ugye ne felejtsük el, a mínusz 80 volt a kezdőpontja. Nézzük meg most újra, zászlóra kattintáskor leküldöm a Földre, szóközt lenyomom, és itt látjátok egy gyors ugrást, majd végre a szereplő. Szóközt lenyomom, egy gyors ugrás van. Na most megint egy kis kérdésem lenne felétek, ugyanis eléggé hát nehéz lenne így átjutni az akadályok fölött, főleg, hogyha az akadályok sebessége nem túl gyors, akkor szinte biztos, hogy ráugrok az akadályra, és nem fogom átugrani az akadályt. Viszont én ragaszkodok ahhoz, hogy a fölfele, illetve a lefele mozgásnak az időtartamán ne változtassunk. És a Y1-50-es felső ponton se változtassunk. A kérdésem, hogy ennyi minden lerögzítek. Tehát ezeket mind nem akarom, hogy megváltoztassuk, akkor tudnánk-e valahogy ezt az ugrást egy picit kiegészíteni úgy, hogy nagyobb eséllyel tudjunk mégis az akadályok fölött átrepülni. Tehát mivel lehetne kiegészíteni ezt az ugrást? Milyen ötletetek van erre vonatkozólag? Tehát nem szabad változtatni se a csúszásnak az időtartamán, se a hosszúságán, tehát a koordinátákon sem, de mégis azt akarom, hogy esélyesebb legyen, hogy át is repülünk egy akadály fölött, és nem csak ráugrunk. A csendpanelon jött egy javaslat, hogy X változzon, meg jött egy olyan is, hogy várjon esemény, meg olyan is, hogy előre mozduljon a karakter. Na most ebből én azt választanám ki, hogy várakozzon a szereplő. Erre gondoltam, hogy egyszerűen csak mi lenne, hogyha amikor a tetőpontra ér, akkor egy picit ott várakozna. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy ez feltűnő lesz, és nem lesz túl természetes hatása, de utána majd lehet, hogy meg fogtok lepődni, legalábbis szerintem szinte fokozza az illúzióját annak, hogy itt tényleg egy ugrás történik. Ugye tudjuk, hogy a valóságban itt egyenletesen lassuló, illetve gyorsuló mozgás történne, ez a csúsz parancs pedig egyenletes tempóban mozgatja a szereplőt. Ez az érdekes, hogy szerintem a szemünket egy picit be tudjuk csapni, vagy az agyunkat egy várakoztatással, ugyanis a vezérlés kategóriából szedjétek ki a várj parancsot, tehát az a legelső parancs a vezérlésből, és ide a kettő csúsz parancs közé kéne beékelni, tehát így kéne kinézni, ahogy most látjátok a képernyőben, így kéne kinézni a szerkezetnek, de fontos, hogy ne egy másodpercet várakozzon, hanem itt is csak mondjuk 0,2 másodpercet. Így. Ahogy most a képernyőmön látjátok, és most nyomogassátok a szó közt. És az az igazság, hogy lehet, hogy én kicsit belemagyarázom, de ha nem tudnám, hogy így készült a program, még lehet, hogy azt is elhinném, hogy egy picit tényleg lelassul a tetején a figura. Tehát ugye az a tehetetlenség megvan, amikor itt tényleg földobsz egy labdát, és akkor egy pillanatig ott szinte egy helyben van, és utána kezd el visszazuhanni, picit ezt az illúziót hozza, miközben látjuk, hogy itt szó sincsen gyorsuló vagy lassuló mozgásról. Ezzel megoldottuk az ugrabugrálást, nagyszerű. Na, most szeretnénk, hogy menjen is a szereplő. Tehát mármint úgy értem, hogy fusson a lábával. Folyamatosan szaladjon a lábával. Szóval következőképpen fogjuk megcsinálni.
megnézitek, valójában egy szereplő esetén nem csak programozni lehet, most ugye programoztuk a szereplőt, hanem van egy jelmezek fül minden szereplő esetén. Itt ezt nem is kell nektek feltétlenül megnézni, csak mutatom itt a megosztott képernyőn, hogy egyenesen 8 jelmeze van ennek a szereplőnek, és különböző lábtartásokban ábrázolja a szereplőt, és ez azért nagyon jó, mert hogyha vannak ilyen jelmezek megrajzolva, akkor egyszerűen csak az a dolgunk, hogy folyamatosan váltogatjuk a jelmezét a figurának, és ezáltal úgy fog kinézni, mintha szaladna. Ehhez összeépítenénk egy kis mini programot. Ugye nekem az a célom, hogy a játékot, amint elindítja valaki, onnantól kezdve folyamatosan megállás nélkül váltogassa a jelmezeit a szereplő. És ezért azt fogom megtenni, hogy itt ezt az eseményt, ami az ászorra kattintáskor indul, ezt az eseményt kiegészítem a vezérlés kategóriából a mindig nevű parancsal. Ez egy úgynevezett végtelen ciklus, tehát egy ciklus, azon belül is egy végtelen ciklus, és amit ide beleteszünk, azt folyamatosan megállás nélkül fogja a szereplő ismételni, és ezt, amit most ismételni szeretnénk, ez a kinézett kategóriából a következő jelmez. Tehát kinézett kategória, következő jelmez. Ezt kéne beletenni abba a végtelen ismétlésbe. És itt megint egy kis szuszonásnyi időtök van, hogy ezt összerakjátok így, amit itt láttok, jó? Tehát vezérlés kategóriából mindig, kinézett kategóriából következő jelmez. Vigyázz, hogy nem a következő háttér, hanem a következő jelmez. Csak most ezt érdemes kipróbálni. Rákattintasz a zászlóra, és akkor egyrészt ugye pozícionálja a kezdőpontba a szereplőt, majd utána az idők végezetéig váltogatja a jelmezt. Tehát úgy néz ki, mintha szaladna a szereplő. Már egy picit azt hihetjük tényleg, hogy szalad ezen a képzelőbeli folyosón. És természetesen ezek az esemény kezelő eljárások egymással párhuzamosan is tudnak működni, tehát azt látjátok, hogy a szóközgomb lenyomásakor továbbra is lehet ugrabugrálni, de közben a szereplő váltogatja is a jelmezeit. Jó. Na most, én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha most ezt így hagynánk, bár én hozzátenném, hogy a végleges változatban, amit majd meg fogok veletek osztani, a végleges változatban egy picit át van alakítva ez a két program, vagy ez a két eljárás. Ugyanis szerencsésebb lenne a játék szempontjából talán, hogyha ugrás közben nem szedegetni a lábait a játékos. Kicsit furán néz ki, hogy most repül, és közben szedi a lábait. Én most mégis, ha megengeditek, átugranék az akadályokra, és ha marad esetleg időnk, akkor erre visszatérünk, ha nem, akkor majd csak utalni fogok rá, hogy a végső változatban mindenki meglesheti, hogy hogyan értem el azt, hogy ameddig ugrik a szereplő, addig nem váltogatja a jelmezeit, viszont amikor már nem ugrik, akkor megint váltogassa a jelmezeit. Aki kíváncsi, majd meglesi a kész változatban. Ugye egyetértetek velem, hogy alapvetően azért jó a dolog, tehát jól működik, látszólag szaladunk, és még ugrabugrálni is tudunk. Tehát ami még biztos, hogy fontos lenne a játékhoz, és szeretném, hogyha ez az idő beleférne, hogy az akadályok ugye jöjjenek velünk szembe. És közben rálesek a chat panelra, hogy van esetleg ott kérdés, de úgy látom, hogy nincsen. Jó, tehát azt kérem, hogy most kattintsatok át az akadályra. Nagyon fontos, tehát akadályra kattintson át mindenki, akadály. Itt a három szereplő közül alul a akadályra. És itt azt látjátok, hogy kettő fontos parancsot ide előkészítettem, hogy ezeket ne kelljen megint itt elmagyarázni, behúzni, beírni a számokat, stb. Annyit mutatnék csak, hogy mire is van ez a két parancs. Ugye az egyik itt egy ugorj ide, valaki meglepődött, hogy itt egy ezrest írtam be x koordinátának. Ugye x az a vízszintes koordináta, az ezres x koordináta az hihetetlen mértékben kiküldeni jobb szélre a szereplőt. Elárulom nektek, hogy összesen 240-ig terjed az x koordináta egyébként, tehát 240 az a maximum, de mégis egy ezrest írtam be. Most ez kicsit fura, ezt azt hiszem, hogy fél mondattal meg kell indokolnom, főleg azoknak, akik a Scratchet már használják, és nem értik, hogy mi ez a turpiság. Természetesen, mint látjátok, a szereplőt nem hajlandó a Scratch távolabbra vinni, mint a játéktér széle. Tehát hiába itt ezer az x, látjátok, hogy a széle a szereplőnek továbbra is látható. Miért írtam mégis egy ilyen fura dolgot? Azért, mert az akadálynak, ha megnézitek, én egy csomó jelmezét ide előkészítettem. Látjátok, hogy vannak ilyen dobozok egymás hegyén hátán, vannak ilyen kések, amik majd repülnek,
Ugye ez kicsit olyan, mint a dinós játékban a madár. Szerencsére nem kell animálni, ugye a madárnak a szárnycsapkodásával kéne külön foglalkoznunk, az a jó a késben, úgymond, hogy az akár így mozdulatlannak is tűnhet. Tehát van egy csomó jelmezem, ezek különböző szélességűek. És az az igazság, hogy én csak így tudtam megoldani, hogy mindenképpen bármilyen széles a jelmez, mindenképpen egészen jobbra kiküldje a Scratch. Így tudtam megoldani. Remélem, hogy ezt elfogadhatónak tartjátok. Most szándékosan beállítottam ez a doboz G nevű hetedik jelmezt, doboz G. Látjátok, hogy szélesebb. És itt rákattintok megint erre az ugor ide 1000 parancsra, és látjátok, most ezt is oda kihelyezte úgy a szélére, hogy most ennek a jelmeznek látszik éppen csak a bal széle. Tehát az a lényeg, hogy ez a parancs annyira kiküldi a szereplőt, hogy éppen csak a széle látszódjon. Ez ilyen gyerekbiztosra akarták a Scratch-et csinálni, gondolom én, hogy mindenképpen legalább a csücske a szereplőnek ragaszkodik ahhoz a környezet, hogy látható maradjon a képernyőn. Gondolom azért, hogy a gyerekek ne ijedjenek meg attól, hogy eltűnt a szereplőjük, amiatt, hogy esetleg a koordinátájukat nagyon nagyra állították be. De most én ezt kihasználom, és ezzel elérem, hogy bármekkora a jelmez, mindenképpen kiküldöm jobb szélre, úgyhogy alig látszódjon a szereplő. És ezek után már egy hagyományos módon a csúsz parancssal átcsúsztatom a képernyő bal szélére. Úgyhogy ezt a kettő parancsot így összeragasztjátok, sőt, akár ezt az egészet a zászlóra kattintáshoz is oda ragaszthatjátok. Tehát lényegében a három megadott nyelvélemet összeragasztjátok, akkor a zászlóra kattintás után meg tudjátok figyelni, hogy tényleg a szereplő ugye jobb szélről, tehát most az akadályról beszélek, az akadály jobb szélről átsúszik a bal szélre. És ezt akárhányszor megnézhetitek, ahogy a zászlóra kattintáskor ez a két dolog megtörténik. Tehát a kezdőpontba kerül, majd átsúszik a bal szélre. Ugye a már használt csúszparancsot alkalmazzuk itt is. Ez nagyon jó, csak innen egy-két ötlettel el is tudjuk érni azt, hogy kicsit érdekesebb legyen a játék, hát hiszen most egyetlen akadály van, hát ezt aki gondolja, egy space-szel úgymond át is ugorhatja, de hát azért ez így nem annyira érdekes, hogy egyetlen akadályunk van. Úgyhogy kéne kicsit fejleszteni ezt a koncepciót. Talán az egyik legfontosabb az lenne, hogy ha egy akadályon túl vagyok, akkor hát jöjjön egy újabb akadály, tehát azért a játék álljon több akadályból. Mit gondoltok, mi lesz a csalafintaság vagy a trükk? Azt hiszem most ezt így nem fogalmaztam meg még explicite, hogy mi lesz az a kis ötletecske, amivel azt a hatást fogjuk kelteni, mint hogyha számos akadály lenne a pályán elhelyezve. És megint egy programnyelvi elemre gondolok, amit most itt be kéne vetni ebben az eljárásban, hogy folyamatosan érkezzenek az akadályok. Erre van ötletetek, milyen nyelvi elemet vegyünk elő. Benedek írja a cseten, hogy helyezzük vissza a dobozt jobbra. Ez nagyon jó ötlet, csak ez a kérdésem, hogy mivel helyezzem vissza jobbra, hogyha nekem az a célom, hogy most akár, mit tudom én, 38 000 akadály is jöjjön egymás után. Ameddig csak meg nem halok, addig jöjjenek akadályok a képernyőn. Tehát mi lesz az egyetlen nyelvi elem, amivel ezt ötletesen meg tudom csinálni, hogy akárhány akadály érkezzen. Jön egy olyan parancs, hogy mindig parancs, amit az előbb használtunk. János írja, és ezt nagyon el is fogadom. Nagy köszönettel, hogy nézzétek, az lesz a trükk, most mutatom itt a megosztott képernyőn, hogy a vezérlés kategóriában kiválasztjuk a előbb használt mindiget. Itt a Scratch-et úgy csinálták, hogyha jó a kézügyességetek, itt mutatom a megosztott képernyőben, akkor úgy tudjátok odahúzni, hogy pont befoglalja a két parancsot, és így becuppan. De ha valaki ezt a zsonglőr mutatvány nem tudja elvégezni, akkor nyugodtan szedje szét, rakja össze újra. De a lényeg a lényeg, hogy ezt kéne látni. Ugye a végtelen ciklusban ez a két parancs felváltva végtelen sokáig kerül végrehajtásra. Tehát odaugraszt, és elcsúsztat. Odaugraszt, elcsúsztat. És ugye ez végtelen sokszor. De megnézitek, akkor már is, ha kis jó indulat van persze bennünk, akkor úgy tűnik, mintha a szereplő tényleg szaladna ezen a folyosón, és nem egy helyben lenne. Persze ez csak egy optikai illúzió, vagy minek nevezzem, de talán ugye hihető. Na most még mindig nem foglalkozunk azzal, hogy a karakter nekiütközik-e az akadálynak, és abból ugye legyen valami baj. Én még azt szeretném veletek tisztázni, hogy hogyan lehetne még egy picit érdekesebbé tenni ennek az akadálynak a viselkedését. Ö,
Igen, milyen ötletetek lenne, hogy hogyan lehetne ezt az akadályt bármilyen értelemben variálni? Szóval mit változtassunk rajta? Mert ez így nagyon unalmas, hogy mindig ugyanaz az akadály jön, és folyamatosan jön. Tehát mit lehetne vele kezdeni? Írja Luta, hogy kinézetét megváltoztatni. Nagyon jó ötlet. Ugye itt az előbb már kicsit utaltam is rá, hogy vannak jelmezei ennek az akadálynak is, egy elég sokféle jelmeze. A kinézetét meg lehetne változtatni, ez egy nagyon jó ötlet. Hát gondolom sejthető, hogy a kinézet kategóriát kell választani. Tehát kinézet kategória. Kinézetben van egy olyan, hogy jelmez legyen valami. Például jelmez legyen, és itt most nekem a kés eltírta be valamiért, nem tudom miért, de teljesen mindegy. Ide teszem a ciklus első parancsaként. Tehát mielőtt, vagy miután, teljesen mindegy, mondjuk az ugrás előtt én beállítom a jelmezt, utána odaugrik a jobb szélre, az a jelmezzel, és utána átsúszik a képernyőn. Most itt be lehetne állítani bármilyen jelmezt. Ha megnézzétek, most kiválasztom a doboz D-t mondjuk, és akkor a zászlóra kattintáskor itt folyamatosan a doboz D jelmezzel látható az a szereplő. Most átállítjátok itt akár a program működés közben a kés C-re mondjuk, akkor innentől kezdve folyamatosan ez a kés C nevű akadály érkezik. Most nyilván az lenne a jó, hogyha ez véletlenszerűen variálódna, ugye? Véletlenszerűen variálódna. És ehhez a műveletek kategóriát javaslom nektek most alkalmazni, zöld műveletek, és ebben van egy véletlen számgenerátor. Az iszonyat praktikus játék készítésnél nagyon gyakran szükséges az, hogy véletlen számot készítsünk, vagy állítassunk elő a számítógéppel, és ez az elem ez erre vállalkozik, hogy véletlen számot állít elő kettő szám között. Ezt a véletlen elemet, ha megtaláltátok, tehát a műveletek kategóriában, akkor egy ügyes kézmozdulattal bele kéne húzni a jelmez legyen parancsba. Tehát jelmez legyen, és most nem egy jelmez nevet adunk meg, hanem ez gyártani fog egy véletlen számot a mi általunk megadott számok között, és az olyan sorszámú jelmezt fogja beállítani. Nincs más dolgunk, mint meglessük, hogy hány jelmeze van a szereplőnek. 20-at volt türelmem készíteni. Nyilván akinek van kedve, az készített majd még többet. 20 jelmez, tehát véletlen 1 és 20 között. Jó, itt át kell írni a határokat, 1 és 20 között állítson elő véletlen számot, és azt a jelmezt fogja beállítani. Mielőtt, tehát először beállítja a jelmezt, majd utána emlékszünk az X1000-es trükkel, ráveszem a scratchet, hogy a jelmeznek mindenképpen csak a bal csicske lúgjon be a pályára. És akkor most nézzétek meg most a működést. Ugye mindenféle érdekesebbnél érdekesebb jelmezek jelennek meg, amelyek ugye akadályokat képezhetnek. Jó, és én azt hiszem, hogy még egy módon fogjuk most még kicsit variálni az akadálynak a mozgását. Tehát a kinézetét ezt megbeszéltük. Mit gondoltok, hogy mivel lehetne még egy picit kiszámíthatatlanabbá tenni ezt a pályát? Akár hanggal is megszólalhatok, akár a chatpanelon, tehát mivel lehetne... Jó, most elég kiszámítható a játék, állandóan ugrálnék itt egy space-szel, ugye? Hopp, 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 mert folyamatosan jön az akadály. Mit lehetne beépíteni? Luta mondja, hogy sebességnövelés, ez egy nagyon jó ötlet, na ez most biztos, hogy nem fogjuk megoldani itt a időkereten belül, de a kész változatban meg fogjátok tudni lesni, hogy elég jól meg lehet csinálni a sebességnövelést is. Ugye itt a csúszásnak az időtartamát kéne fokozatosan egy picit csökkenteni, tehát egyre kevesebb idő alatt csúszanak át az akadályok a képernyő egyik széléről a másikra. Ezt meg lehet oldani a kész változatban, aki kíváncsi majd lesse meg. De most egy ennél gyorsabban megoldható dolgot szeretnék megvalósítani. Itt többen is ugyanezt írtátok, de ezt most egy kicsit passzolnám. Ez egy kicsit összetettebb kérdés, hogy változót kell bevezetni, stb. De meg lehet oldani, kész változóban meg tudjátok majd lesni. Igen, Attila mondja, Attila olvasott a gondolataimban helyesen, hogy milyen rendszerességgel jöjjenek az akadályok, ugyanis most ugye nagyon kiszámítható, hogy mindig jönnek. És higgyétek el, hogy attól lesz majd nehezebb a játék, hogy nem mindig jön. Tehát ez érdekes, hogy látszólag könnyítünk a játékon azáltal, hogy nem folyamatosan jönnek, de igazából ez emiatt lesz nehezebb, mert nem tudsz egy ritmust fölvenni a space nyomogatásban, hanem ugye kiszámíthatatlan módon mindig reagálnod kell az aktuális helyzetre.
És nagyon egyszerűen fogjuk megoldani, egy várakozást fogunk beépíteni a ciklusba. Tehát miután a csúszás megtörtént, várakoztatjuk, nézzük meg először egy másodperccel, tehát várj egy másodpercet. Ide behúztam a vezérlésből egy várj egy másodpercet parancsot, ide a ciklus legaljára. A zöld zászlót megnyomom, nézzük meg, hogy mi történik. Itt látjátok az én megosztott képernyőmön is, hogy hát igen, várj egy másodpercet, de ugye látjátok, hogy sajnos ott lebukunk, hogy ott addig egy helyben van a karakter, a kis akadály egy helyben van. Nem lenne jó, hogyha ez kiderülne, úgyhogy jó lenne, ha elrejtenénk a szereplőt itt a várakozás előtt. Ugye ez most elég egyértelműen kiderült, hogy ez így jobb lenne. Ugye a kinézett kategóriából szedjük elő azt, hogy kinézetből, hogy tűnj el. Kinézet, tűnj el. És ezt a várakozás elébe teszem, ugye, hogy a várakozás előtt tűnjön el, tehát már láthatatlan módon várakozzon. Ha most elindítom, akkor tényleg eltűnik, viszont valaki megijedhet, hogy nem működik a program, mert nem jön vissza a szereplő. De az a durva, hogy visszajön a szereplő, és megint átcsúszik a képernyőn, csak tök láthatatlan. Tehát nyilván, hogyha én most eltüntettem, akkor hát vissza is kell varázsolnom. Ugye van ez a bűvész szabály, hogyha valamit eltüntetsz, akkor az még kevés az örömhöz, meg is kell jelennie annak a dolognak. Szóval itt a jelenj meg parancsra lenne szükség, és én ezt, ha egyetértetek velem, akkor én ezt rögtön a csúsz elé tenném a jelenj meget, tehát beékelném a csúsz elé, hiszen ameddig a jelmezt állítom át, és ameddig pozícionálom, addig nem kell, hogy látható legyen. Pont azelőtt, hogy a csúszás végbe megy, azelőtt kell megjelteni, és egyedül a csúszás időtartamára kell láthatónak lennie az akadálynak. Jó, és akkor látjátok, hogy most már kis szünettel jönnek jól az akadályok, de hát igazából az volt gondolom Attila ötlete is, hogy legyenek valami véletlenszerűség, legyen véletlenszerűség abban, hogy milyen sűrű, milyen gyorsasággal jönnek az akadályok. Tehát itt a várj egy másodpercet, ezt az egyet is most kicseréljük egy véletlen számra, ez lesz benne a poén. Tehát a műveletekből kiszedem, tehát műveletekből kiszedem a véletlen valami és valami között elemet, mint az előbb is használtunk. Megint ide bedobom, csak most a várakozásba dobom be, hogy az időtartamot sorsoljam ki gyakorlatilag. És itt írhatnánk egyet, hogy 0 és 1 másodperc között mondjuk, de ez elég uncsi lesz, mert ilyenkor a Scratch 0 és 1 között egész számot sorsol, tehát az vagy 0 lehet, vagy 1. Viszont, hogyha az egyik, legalább az egyik szám a kettő közül tört szám, ezt találták ki a Scratchben, hogyha legalább az egyik a kettő közül tört szám, akkor viszont tört számokat fog sorsolni. Tehát én most ezért az egy helyett 0,9-et írok, megint pöttyöt tudtok írni, tehát 0,9. Ezzel ráveszem a Scratchet, hogy itt mindig egy véletlen tört számot sorsoljon 0 és 0,9 között. És ha most az ászlóra kattintotok, akkor elvileg észre lehet majd venni, hogy néha nagyobb, néha kevesebb szünet van két akadály között. Aki gondolja, esetleg még ezt növelheti, ezt a 0,9-et, bár én hosszú távon így találtam a játékot elég izginek, de mondhatja valaki, hogy legyen akár, mit tudom, másfél másodperc is lehetséges. Persze itt a véletlenszerűség bejátszik, de ha éppen olyan sorsol, akkor nagyobb időtartam is eltelhet két akadály között. Ezzel lehet majd játszani és finom hangolni. Igen. Na, az időben ennyi fért sajnos bele. Ami égetően szükséges értelemszerűen, az annak az ellenőrzése, hogy ütközött-e a játékos az akadályhoz. Szerencsére a Scratchben van egy ilyen nyelvi elem, de ezt most nem fogjuk az időkeret miatt részletesen megbeszélni, vagy megnézni, de aki kíváncsi, bocsánat, akinek van kedve, az egyedül foglalkozzon a Scratchben, és próbálja megcsinálni, tehát megoldani azt, hogy a ütközéskor mondjuk álljon le a játék, vagy aki inkább kíváncsi, mint türelmes, az pedig egyszerűen a kész változatot meglesheti. Én most azzal szeretném zárni itt a foglalkozást, hogy egyrészt bemásolnám a linkjét a kész változatnak, hogy akinek csak van kedve, az bele tudjon lesni. Kész változat, ott belinkelem. Mindenképpen el szeretném mondani azt, hogy kvázi zárásképpen, hogy én
bízom benne, hogy kedvet csináltam a programozáshoz, főleg azoknak, akik jelezték, hogy nem programoztak még, vagy esetleg akik a Scratchben nem programoztak, azok is kedvet kaptak a kis foglalkozásunk keretein belül, és hogyha bárkinek tényleg kedve van programozással foglalkozni, nyilván ennél sokkal komolyabb színvonalon, akkor értelemszerűen az ELTE informatikai karán nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, hát azért is van ez a kedv csináló rendezvény. Mindenképpen szerettem volna még elmondani a végén is, hogy ez volt ugye többek között a célom, hogy lehetőség szerint kedvet csinálják nektek a programozáshoz és az informatikai karunkhoz. És viszont azzal szeretném igazából most befejezni, hogy ez egy jó dolog, hogy eddig eljutottunk ebben a játékban. Azt megbeszéltük, hogy az ütközés vizsgálat mindenképpen kell, és a belinkelt kész változatban meg fogjátok majd találni, de kíváncsi lennék arra, hogy ti hogyan fejlesztenétek még tovább ezt a játékot, tehát a szabadidőtökben már mindenki saját kódfejét használva, milyen módon tudná még ezt a játékot élvezetesebbé tenni, érdekesebbé, látványosabbá, nehezebbé, tehát milyen ötletetek lenne, hogyan lehetne még fokozni ezt a játékot, hiszen most ez azért, lássuk be, csak egy ilyen kis váz, amit most elkészítettünk, ezt lehetne azért még fokozni. Akár itt a chatbe, ha van kedvetek beírni valami ötletet. Egymásnak is tudtok akár ötleteket adni, vagy akár a hanggal, a mikrofonban is javasolhattok ötleteket, hogy mit lehetne még a játékban megvalósítani. Igen, nagyon jó az ötlete Jánosnak, hogy háttérváltoztatás. Nagyon jó. Azt hiszem, most én a kész változatban nektek nem tettem bele, de nekem is volt egy olyan ötletem, hogy például vagy lehetne több hátteret rajzolni, és akkor ez tök jó, hogy a játékos úgy érzi, hogy bizonyos időközönként azért mégiscsak máshová kerül, tehát lehetne több hátteret rajzolni, és azokat bizonyos időközönként váltogatni. Vagy akár a háttérképnek a színárnyalatát könnyen lehet változtatni a Scratchben. Van egy ilyen szín megváltoztató parancs. Ez egy olyan trükkös megoldás lenne, hogy nem kell újabb és újabb háttereket rajzolni, de legalábbis a színét meg tudnád változtatni könnyen a háttérnek, tehát mint hogyha más színű ugye, padló meg fal lenne az űrhajó más-más folyósóin, ez egy nagyon jó ötlet. És akkor Dávid mondja, hogy pontrendszer bevezetése, az is nagyon jó ötlet. Ugye a dinós játékban, a beépített, Chrome-ba beépített dinós játékban ugye egyszerűen csak az időmúlásával folyamatosan nő a pont. Én is ezt valósítottam meg a belinkelt kész változatban, de el tudnám képzelni azt is, hogy mondjuk a akadályok számától függjön az, hogy mennyi pontot kap a játékos, tehát minél több akadályt ugrott, tehát annál több pontja legyen. De ebben egy picit ugye figyelembe vennénk azt is, hogy éppen a szerencse hogy jött, és mennyi akadályt adott a játékosnak, és ha többet, akkor kicsit több pontot kapna, ha kevesebbet, mind a kettő fölmerül, hát nyilván sokkal egyszerűbb azt megoldani, hogy egyszerűen mondjuk minden tized másodpercben nőjön egyel a pontszám. Nekem még egy ötletem van, amit itt el szeretnék majd ebbe az egy percben mondani, de ha valaki esetleg azt megírja, akkor inkább más mondja. Tehát van egy kézenfekvő fejlesztési ötlet még ebben a játékban, ami elengedhetetlen, és igazából a dinós játékban is azt hiszem, hogy ez az, ami még benne van, és most a közösen megvalósított változatban nincs benne, de a kész változatban benne van, tehát abban meg fogjátok majd nézni. Ami azt hiszem, hogy nagy mértékben emeli a játéknak a újrajátszhatóságát, meg az élvezeti értékét. Hát meghajjon a karakter, ez igaz, igen, ezt mondtam, hogy ezt nem előréztük le, de ezt nem annyira nehéz, vagy meg lehet lesni majd a kész változatban. Karaktert lehetesen jobbra mozgatni, János mondja, hát lehetne az is egy jó ötlet, akkor kicsit talán nagyobb a játéknak a mozgástere, de nem erre gondoltam. Mondja egy e-mail címről valaki, hogy lehajoljon a karakter, ez igaz, hogy a Chrome-os játékban le is tud hajolni a karakter, itt ezt nem valósítottuk meg, de lehetne, és akkor olyan akadályokat is lehetne rajzolni, ahol csak akkor tud túlélni a szereplő, hogyha legugol, mondjuk egy másik billentyűre, egy ötlet. Gyorsulást mond a menedek, és én szerintem arra gondolom, amire én, hogy az nagyon megdobja a játékot, hogyha
Folyamatosan lassan, de folyamatosan egyre gyorsabb a játék. Bocsánat, lehet, hogy ezt beszéltük az előbb? Ha igen, akkor elnézést, nem emlékszem, hogy keverednek a emlékeimben a két csoport. Hogy ugye fokozatosan lassan a choose parancsnak egyre kisebb-kisebb időtartamokat adni, tehát ezzel egyre gyorsabban érkeznének az akadályok, tehát mintha egyre gyorsabban szaladna a szereplő, a krómos dinós játékban is ez így van megvalósítva, és ez nagyon jót tesz a játéknak, hiszen az egyre nagyobb kihívás a játék, hogy egyre jobban belejössz, egyre nagyobb kihívás a játékban egyre messzebb eljutni. Megnézhetitek a készváltozatot, hogy hogyan oldottam meg egy változó segítségével, hogy fokozatosan egyre gyorsabb legyen. No, letelt az időnk sajnos, de köszönöm az ötleteket még, hogy mivel lehetne földobni a játékot. Én remélem, hogy van kedvetek akár még ezt a játékprogramot tovább fejleszteni a Scratchben. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és akkor további szép estét kívánok nektek. Nagyon köszönöm a pozitív visszajelzést, minden jót. És ha valakinek van kérdése akár, akkor az e-mail címemen el tud érni, ezt meg ide a chatpanelra beírom. Tehát bármilyen kérdése van, fölmerül benne, bármi nyugodtan írjon, itt a bernard.kukac.hu-ra. És figyeljétek a Kar honlapját, mert ott pedig elképzeléseim szerint majd kint lesz a linkje ennek a videófelvételnek is, és ez az összes többi programnak is. Úgyhogy ha lemaradtatok egy programról, akkor annak a videó felvételét vissza fogjátok tudni nézni. Jó, köszönöm szépen még egyszer és utoljára, és akkor mindenkinek minden jót, sziasztok!